Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Sikeres volt a program. A magyar-román közös pályázatokat értékelték a Vigadóban. Bemutatták a Komlót. Karácsony környékére tervezik az új szálloda megnyitását. Báloztak a futballisták. Jótékonysági rendezvényen vettek részt a termálosok. Fát díszítettek az óvodások. A vásárcsarnok előtt adtak karácsonyi műsort a kicsik. Nagybányai képek a kamarában. A festőiskola fiatalabb generációinak a műveit mutatták be. Utolsó szakaszába érkezett a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program, melynek záró eseményét Gyulán rendezték. Az együttműködés keretében 2007 és 2013 között összesen 211 millió euró uniós forrást hívtak le 455 közös pályázathoz. A projektek fő területei az árvízvédelem, az egészségügy és a turizmus voltak. Ez a nap híre. A 2007 és 2013 között megvalósult román-magyar közös projekteket ismertették a gyulai zárórendezvényen, melyek a határon átnyúló együttműködési program keretében valósultak meg. Ezen időszak alatt 455 közös pályázathoz összesen 211 millió eurót, azaz több mint 63 milliárd forintot használtak fel. Ezekből a térségünket érintő legfontosabb projektek az árvízvédekezést, a környezetvédelmet, a turizmust és az egészségügyet érintették. Ennek keretében a gyulai és az aradi kórház között valósult meg egy nagyszabású együttműködési program. Tapasztalatcserét valósítottak meg, eszközöket szereztek be, ezeknek az eszközöknek a közös használatát tanulták meg, úgyhogy a két kórházban dolgozó szakemberek egymásnak adták át azt a tapasztalatot, amit előzőleg már megszereztek. A projekt jóvoltából olyan fejlesztéseket is tető alá tudtak hozni, amely a két ország lakosainak biztonságát szolgálja. Ilyenek voltak a Csenger és Lázári között megvalósított katasztrófa védelmi beruházások. Ennek a magyar oldali forrása több mint 150 millió forintot tett ki. Mivel a katasztrófa helyzetek nem ismernek országhatárokat, ezért tűzoltó és a speciális mentőfejlesztéseket hajtottunk végre. Ez részben infrastruktúrális beruházásokat jelentett, tehát egy tűzoltó laktanya épült Csengerben, a partnernél egy nagy értékű tűzoltófecskendő került beszerzésre, és ehhez kapcsolódó oktatások, eszközbeszerzések, felkészítések történtek meg. A program természetesen folytatódik ebben a ciklusban is, de az irányítás már a határ másik oldalán történik. 2015. december 31-ig jogosultak a költségek ebben a programban, de időközben már egy új programidőszak el is indult, ami azt jelenti, hogy 2014 és 20 között a határmenti együttműködés folytatódni fog, úgyhogy ebben az időszakban a program irányítása Romániába kerül át. A 211 milliós projektet a két tagország által biztosított 37 millió euró összegű nemzeti társfinanszírozás egészítette még ki. Megújult a Komló szálló. Hogy hogyan, azt a Gyula TV már bemutatta, kedd délután viszont a helyi turisztikai szolgáltatók mellett a sajtó képviselőit is várták az épület bejárására. Ilyen volt régen kívülről, és ilyen most belül. Kedd délután az informális TDM ülés első napi rendi pontja a város új szállodája volt, pontosabban annak bejárása. Az étteremben még az utolsó simításokat végzik, de az épület többi része lényegében készen áll a vendégek fogadására. Azok a munkák folynak, amelyek a használatba vétel engedélyezéshez szükségesek, szakhatósági engedélyek megszerzéséhez kötelezőek. Kiépítettük a tűzjelzőrendszert most már, és gyakorlatilag a használatba vétel engedélyezésre fogjuk benyújtani most az épületnek a terveit. Ezt követően szeretnénk úgy, hogyha minél gyorsabban meg tudnánk nyitni, és talán még ezt a karácsonyi nagy felhajtásban szeretnénk mi is részt venni. A nyitás tehát a szükséges engedélyek beszerzésétől függően valamikor karácsony környékére tervezik. Raport István azt mondta, maga is érzékeli a gyulaiak részéről a várakozást, sokakat fűznek kellemes emlékek a szállóhoz, és sokan szeretnék látni, élvezni a felújított épületet. A nagy érdeklődést magas színvonallal igyekeznek fogadni. Nagyon sokan bekopognak, nagyon sokan érdeklődnek és nézelődnek, és hát mindenki egyenként külön emlékeket elevenít föl, hogy itt ültem régen 10 éve, 20 éve, 30 éve, és hogy milyen jó volt, és hát gyakorlatilag talán a szállodánk ugyan két csillag van rá kiírva, ami ugye pályázati követelmény volt, de
Most összességében minimum 4 csillagot fogunk elérni, tehát szolgáltatásban is és minőségben is nyilvánvalóan ezt fogjuk abszolválni. A TDM ülésen a jövő évi szakmai koncepció és marketing terv mellett a szervezetfejlesztési pályázatról is tanácskoztak. Jótékonysági bált rendezett szombat este a Gyulai Termál FC. Az első alkalommal megtartott eseményen a szülők, hozzátartozók, edzők kötetlen programon vettek részt. Első alkalommal rendezték meg a Gyulai Termál FC jótékonysági bálját, melyre szép számmal érkeztek a szülők, hozzátartozók, edzők. A rendezvény célja az utánpótlás csapatok ünneplése, elismerése mellett egy kötetlen esti beszélgetés, kikapcsolódás volt. A célul tűztük, egy olyan közösséget alakítsunk ki, amely méltó arra, hogy ezek a fiatal gyerekek egy olyan csapatba, egy olyan közösségbe legyenek, ahol az egyéniségük, a szellemiségük ki tud fejlődni, és úgy érzem, hogy az elmúlt 3 évben ez a közösség alakítás jó sikerült. Galbács Mihály elnök kiemelte, a gyulai utánpótlás mind a 11 csapatában sok tehetséges fiatal van, akiket a környező klubok figyelemmel követnek. A klub 3 célt tűzött ki az utánpótlás nevelésben, melyet sikerült teljesíteniük. Az első a tömegesítés volt, hogy minél több gyulai gyerek menjen futballozni, a második a versenyrendszer megerősítése, a harmadik pedig egy olyan edzői stáb összeállítása, akik mind szakmailag, pedagógiailag, valamint a szülők elvárásainak megfelelőek. Van nagyon sok korosztályos csapatunk, a legfontosabbnak tartjuk a gyerekeknél a közösségformálást, és nyilván a szülőknél is ezen a legfontosabb, megismerjék egymást, szórakozzanak, beszélgessenek a gyerekekről, a korosztályokról, és remélem, hogy amellett, hogy szórakoznak, egy hosszú távon egy nagyon jó közösségformáló hatása lesz ennek a rendezvénynek. A szervezők remélik, hogy hagyomány lesz a rendezvényből, és jövőre hasonló környezetben tölthetnek egy kötetlen estét. Karácsonyi műsorral kedveskedtek az óvodások a napokban a vásárcsarnok előtt. A helyszínen felállított karácsonyfát a gyermekek által kézzel készített díszek ékesítik. Igazi ünnepi hangulatot teremtettek a gyerekek péntek délelőtt, a vásárcsarnok előtt. A tavalyi évhez hasonlóan idén is az óvodások díszei ékesítik az épület előtti karácsonyfát. A helyszín nem véletlen, hiszen az óvoda vezetése törekedett arra, hogy a fa megtekintése családi program legyen. Ebben az igazán szép, hogy a gyerekek majd eljöhetnek a szüleikkel, megnézhetik az általuk készített díszeket, és nyilván megszeretik városunkat, a mi vásárcsarnokunkat, és közösen családi programként is egy-egy vasárnapi programot lehet erre építeni. A rendezvényen a Törökzugi és a Békesugár úti óvoda gyermekei vettek részt, ahol a karácsonyra készült műsoraikat adták elő a megjelenteknek. Nagyon fontos mostanában az, hogy a családok nagyon sok időt töltsenek együtt, a vásárlásokból ne maradjanak ki a gyerekek, hiszen a mindennapi élethez, a napi rutinhoz hozzátartozik az is, hogy megtanuljuk a vásárlási szokásokat. Arról nem is beszélve, hogy nagyon jól tudjuk, hogy egy termelői piacon az a záró, amit itt vehetnek, amihez itt hozzájutnak, nyilvánvalóan ezek a legfinomabb dolgok, amit reméljük, hogy oda kerülnek majd a karácsonyi asztalra is. A szervezők remélik, hogy hagyományt tudnak teremteni azzal, hogy minden évben az óvodások színes műsora mellett díszíthetik fel a piactéri karácsonyfát. A Nagybányai Festőiskola fiatalabb generációinak a képeiből nyílt kiállítás a Várszínház kamara termében. Legismertebb elindítója Ferenczi Károly. Ferenczi Károly volt az egyik legismertebb alakja a 20. századi magyar festőművészetet meghatározó Nagybányai iskolának. A Várszínház kamara termében, ha nem is az első, de a második, harmadik, negyedik és az ötödik generáció képviselőinek a munkáit mutatták be. Az iskolára elsősorban a tájképfestészet jellemző, melyben fontos szerepe van a naturalizmusnak és a plener festészetnek. Ehhez kiváló helyszín az erdélyi táj és Nagybánya hegyekkel körülvett vidéke. Az itt látható képek azért is különlegesek, mert egy magángyűjtemény részét képezik. Talán nincs olyan a 20. századi magyar festészetbe, aki valamilyen módon ne kapcsolódna a Nagybányai iskolához. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg a modern magyar festészet bölcsője ringott ebben az észak-erdélyi szép városban, mely maga is
nagyon szép környezetű szolgál a művésztelepnek. A Nagybányai Mozaik című festménykiállítás eredetileg november 30-án hétfőn nyit volna meg, de az eseményt a felújított művelődési ház megnyitója miatt egy nappal elhalasztották. A kedden bemutatott képeket Turai G. Kamil elemezte, illetve osztott meg ritkán hallható anekdotákat a művészekről. Kecskeméten például a Kada polgármester, amikor meghívta a nagybányai festőket, jó néhányan eljöttek. Nagy kedvel iszogatták a bort, esegették a birka pörköltet, és amikor aztán kivezett őket a városházáról a Kada polgármester, és meglátták az elképesztő széles hegy nélküli utcákat, azt mondták, hogy itt nem lehet festeni, és eltűntek jól is. Kívánjuk rűvart, mert valószínűleg szólnak, hogy kevésbé volt, hogy ott legalább ott van a Tisza. A tárlat december 18-áig látogatható a Várszínház igazgatósági épületében. 50 év után újra papszentelésre került sor a Békés Csabai Társszékes Egyházban. Rövid hírek következnek. Ünnepi szentmise keretében áldozópappá szentelték a Máramarosszigeti születésű Tracsek Oszkárt a Békés Csabai Katolikus templomban az elmúlt hétvégén. Jézus maga küldött egy üzenetet Oszkárnak és mindannyiunknak a mai napra. Kisrigó László megyés püspök Jézus üzenetét tolmácsolva úgy fogalmazott, Isten szolgálatára vállalta azt az emberi életet, melyet Betlehemben kezdett el, és úgy tudta megvalósítani, hogy az embereket segítette, mert Isten követése a hétköznapokban az emberek szolgálatát jelenti. Erre vállalkozott Tracsek Oszkár Péter is, aki mostantól Jézus munkatársaként az embereket szolgálja, hangsúlyozta a püspök. Tracsek Oszkár Péter Máramarosszigeten ukrán és magyar szülők gyermekeként látta meg a napvilágot, és ott is nőtt fel három testvérével egyetemben. Ahogy fogalmazott, azt, hogy ezt az utat választotta, nem az ő döntése volt, hanem Jézusé. Ez a második alkalom, hogy itt papot szentelnek fel, utoljára éppen a jelenlegi plébános Szigeti Antalt és testvérét szentelték pappá. Tracsek Oszkár Péter első ünnepélyes szentmiséjét az elmúlt hétvégén mutatta be a Máramarosszigeti Borromeó Szent Károly templomban. A kora reggeli csúcs után hétfő délelőtt éppen nem voltak sokan az 50 méteres medencében, de az érdekes nem is ez, hanem hogy a létesítmény néhány nappal ezelőtt újra kinyitott, és használhatják az úszni szeretők. Szeptemberben úgy nézett ki, a tovább nem halasztható munkálatok miatt 3 hónapig zárva lesz a fürdő ezen része. Láthatóak ezek az acél szerkezetek, amelyeket fa szerkezetek helyett helyeztek be. Rozsdamentes acéllal váltják ki a fát a 25 méteres medence felett. Jelenleg így néz ki ez a terület, de a szakemberek szerint már csak 2 hétig tart a munka, utána kezdődhet a takarítás. Mint ismert, a felújításra azért volt szükség, mert a 80-as években elkészült szerkezet előregedett, nem kis részt a közelmúlt nem megfelelő beavatkozása miatt. Az őszre elkerülhetetlenné váló munkálatok nettó 30 millió forintba kerültek. Várhatóan minden eddiginél több vendég érkezik a 8. Gyulai Méz és Mézes Kalács Fesztiválra, derült ki a hétfő délelőtti sajtótájékoztatón. A rendezvény valóban szinte évről évre erősödött, egyre több helyszínen egyre több attrakciót mutattak be nem csak a szakma képviselőinek, hanem a laikus érdeklődőknek is. Az idei program egyik különlegessége lesz az a mézlikör, melynek elkészítése komoly szaktudást igényelt, de mint elhangzott, jól visszaadja a mézhez társítható tulajdonságokat. A 6. mézverseny alapvetően 2 céllal bír, egyfajta marketing keretet ad a programnak, és ösztönzi a mézfogyasztást. Idén 108 méhészetből 265 minta érkezett Gyulára. A bírálat első köre már novemberben megtörtént, innen 67 minta került az úgynevezett csúcsgyűri elé. Ezeket a mézeket már laboratóriumban is bevizsgáltatták. A város egyik legfontosabb rendezvényének nevezte a fesztivál Gyula polgármestere. A programok már pénteken megkezdődnek, ezek közül a mézlovagrendek fáklyás felvonulása lesz a leglátványosabb. Szombaton mutatják be a mézpárlatot, valamint kihirdetik, hogy melyik készítmény lett az év méze. A vasárnap leginkább a gyerekprogramokról szól. A Nyulambulam együttes műsor után Gyulára is megérkezett a Mikulás, hogy ajándékokkal kedveskedjen a gyerekeknek. A nagyszakállút nagyon sokan várták, a legtöbben verssel és énekkel is készültek.
A Mikulás nem csak ajándékot adott, hanem oklevelet is azoknak, akik a legjobb alkotásokat készítették a Mikulás készítő pályázatra. A messziről érkezett vendég ezt követően meggyújtotta a város adventi koszorúján a második gyertyát. A szervezők idén egy rendhagyó kiállítással is bővítették a rendezvényt, Életöröm kohánképekkel címmel. A tárlaton a művész eddig ki nem állított képeit láthatják az érdeklődők, a 60-as, 70-es, 80-as évek játékainak bemutatása mellett, ami egy célzott keresztezése volt a két műfajnak. A szervezők szándéka idén is az volt, olyan programokat létrehozni a Mikulás napon, ami nem csak a gyerekeknek, hanem az egész családnak kikapcsolódást tud nyújtani. Az Életöröm kohánképekkel című kiállítás január 20-áig látható a Kohánképtárban. Aradi és gyulai alkotók képeiből nyílt kiállítás a felújított művelődési ház aulájában, mely a két település jó kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. A tárlat jól érzékelteti, hogy a térképen létező határ nem vonatkozik a művészetekre. A megnyitón elhangzott, a művészet szabadságának köszönhetően egy alkotás mindenkire másképp tudhat. A tárlatot megnyitó Durkó Károly kiemelte, minden alkotás a befogadás szabadságát hangsúlyozza, ha tetszik, akkor azonnal eljut a nézőhöz, ha nem, akkor idegen marad a számára. A Művészet Határok Nélkül című kiállítás január 15-ig tekinthető meg a Művelődési Ház aulájában. A fáradt szervezet számára jól esik valamilyen frissítő ital, amely akár munka, akár tanulás esetén élénkítően hat. Ma már számos lehetőség közül lehet választani, kinek-kinek ízlése szerint. Kávé, tea, energiaital. Csak néhány az élénkítő hatású italok közül. Ön melyiket részesíti előnyben? A kávét is, meg teát is, főleg ilyenkor ilyen hidegebben van. És mennyit egy nap? Hát kávét azt megiszok hármat. Energiaitalt az csak akkor is külön hétvégeként, akkor dolgozom. Én is ugyanúgy bombás szoktam hinni, mert azt árulunk. Hát kávét a sűrűn iszom. Ennyi. És mennyit? Kedves vagyok. Mennyit? Hát én elég sokat, én 6 kávét is megiszok egy nap arról, van szó. És sok. Én kávét iszok meg teját, más nagyon nem. Más nem. Mennyit egy nap? Hát reggelre mindenféleképp, meg este. Este a teját, a kávét nem. Napig egy kávét iszom csak. Nőtt a tiltott határátlépések száma, de a zöld határon átlépők száma a 100-at sem éri el. Lapszemle következik. 2 milliárd a Csabai utcákra. Bruttó 2 milliárd forint kormányzati támogatást kapott Békés Csaba a Modern Városok programban a város útjainak és utcáinak felújítására, írta a behír.hu. A 2015-ös központi költségvetés terhére megítélt összegből jövőre kezdődhetnek meg a munkák, amelyben több mint 100 utca, illetve útszakasz lehet érintett. Erősebb lesz a rendőri jelenlét. Egyeztető fórumot hívott össze a Gyulai Rendőrkapitányság és a Határrendészeti Kirendeltség, írta a Gyulai Hírlap. A rendezvényen elhangzott, tavalyhoz viszonyítva éves szinten 20%-kal növekedett a tiltott határátlépések száma, ugyanakkor a zöld határon átlépők száma a 100-at sem éri el. Rekordszámú vendég a Sámli bálon. Hagyományápolás és újítási szándék is jellemezte a 11. Sámli bálat, amelyre korlátozni kellett a jelentkezők számát, akkora volt az érdeklődés, írta az Orosz Café. Idén 3-an vehették át az Arany Sámli díjat. Fehér Lajosné, az Aktivátor 3 Kft. Szakmai vezetője, Benkő Ferenc, a város üzemeltetési és szolgáltató cég vezérigazgatója, és egykori táncsicsosként Homonnai Luca sportoló. Templombúcsú és kiállítás megnyitó Székely udvarhelyen. Védőszentjét ünnepelte december 6-án a Székely udvarhelyi Szent Miklós egyházközség, írta a Magyar Kurír. Az ünnep szónoka ebben az évben Schönberger Jenő, szatmárnémeti megyés püspök volt. Szerdán estig említést érdemlő mennyiség csapadék továbbra sem esik, csak kötszitálás várható. Ez lesz jellemző a folytatásra is, a jövő hét közepéig viszonylag száraz, az évszakhoz képest meleg idő lesz. Szerdán említést érdemlő mennyiségű csapadék nem esik, csak kötszitálás várható. Délelőtt általában a köd terjeszkedik, kötszitálásokkal, hószálingózásokkal számoljunk. Délután viszont a ködfelhőzet fölé csapadékfelhők érkeznek. A hőmérséklet az éjszakai 3 foktól csak 4 fokig emelkedik. A folytatásban csütörtökön hőmérsékletváltozás, jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A hőmérséklet a szerdaihoz hasonlóan 3 és 4 fok között valószínű.
Lássuk még egyszer mai híreinket. Sikeres volt a program. A magyar-román közös pályázatokat értékelték a Vigadóban. Bemutatták a Komlót. Karácsony környékére tervezik az új szálloda megnyitását. Báloztak a futballisták. Jótékonysági rendezvényen vettek részt a termálosok. Fát díszítettek az óvodások. A vásárcsarnok előtt adtak karácsonyi műsort a kicsik. Nagybányai képek a kamarában. A festőiskola fiatalabb generációinak a műveit mutatták be. A Gyula TV híradóját látták. Most a sorsforduló és a két jegy következik. Utána a pódiumban folytatjuk a közvetítést a békéscsabai papszentelésről. Nézzék híreinket, videóinkat a gyulatelevízió.hu-n és a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!